tipon.hu. Már 20 éve veletek. Szevasztok, hello! Én Miki vagyok, ez pedig itt a Miki Csati. Bejöttem újra edzeni, kicsit jó idő van, most az esők után kicsit azért itt megállt ez a 20-21-2 fok. Többen kértétek, tényleg volt olyan, aki kérte, hogy ajánljak már valamit, a MyProtein-nel ugye együttműködésem van, hosszú távú, úgyhogy ők segítik most úgy az edzéseimet. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat teszteltem, és nekem nagyon pozitív csalódás. Ez egy edzés előtti, hát mint a nevéből is adódik, ezt edzés előtt kell fogyasztani. Koffeinmentes, amit én direkt ilyet kerestem, mert a koffeinos, próbálgattam azért ezt-azt, azért a koffeinos ilyen pörgetők azok általában azért oda csaptak a kis szívemnek. Ez meg pedig nem, ez a savanyú almás, a sour apple, ami szerintem a leginkább pozitívum, hogy főleg mivel én legtöbbször ugye egyedül edzek, elég monotonok az edzéseim, ezért ez a pörgető, ez kifejezetten segít. Most az van, hogy ugye ez kint volt folyamatosan, és megázott sokszor. És ez az alja, ahol ugye pont újra fogom emelésnél. Ez tiszta, nedves, vizes. És ezáltal így nagyon ledobja a vaxot, meg lecsúszik ugye. Egyébként használjátok a Power Miki kuponkódot. A MyProtein-nál, ugye vásárlásnál írjátok be kuponkódba a Power Mikit, mint kuponkódot, és fogtok kapni 41% kedvezményt. Nem viccelek, 41%! Az a 41 az már centiből is sok, ugye? Ho-ho-ho. Meg csúszik! Meg mindig! Azért ennyi próbálkozás meggyötri az embert, kivesz nagyon sokat. Úgyhogy sok sikertelen, az igazából többet ér, most már ez a 3 sikertelen, ez többet ér, mint egy sikeres egyébként, szóval jobban ad a szervezetnek, szóval ezáltal jobban ki is merültem, de azért rámegy egy negyedjére is. Ötödjére csak meg lesz, rohadjon meg! Ígérem, hogy mindjárt megyünk halózni, nyugodjatok meg, mindjárt eljön annak is az ideje. Még egy kicsit versenyezni szeretnék először saját magammal. Méghozzá vegyes nyomás fej fölé. Mostanában úgy is divat az interneten saját magunk ellenségének lenni, úgyhogy én is ezt fogom tenni.
Bevallom, egy kicsit nyugdíjas volt a tempó, de akkor ezzel megpróbálunk javítani. Ez elég jó kardió amúgy? Szerintetek? Kiköpöm a tüdőn. Terben van mára egy telefonhívás. Hú, szóval képzeljétek el, hogy egy rettentő izgalmas dolog történik, folyamatban van, és akár te vagy ti is a részesei lehettek. Sőt, ti vagytok igazán a részesei, úgyhogy mindenképpen teszteljétek le, és ne hagyjátok ki. Ide megyünk most megnézni, mert készült nekem, rólam, az én pofázmányommal egy burger. Én is most megyek föl kipróbálni. Mármint jó, nyilván én már próbáltam, de most megyek föl videót csinálni élesbe. Fölviszem Hajnit, mert ő viszont még nem kóstolta. Vajon eléri a zinger küszöbünket? Én magam Miklós vagyok, ez pedig itt Budapest, az Allé bevásárlóközpont, vagy Allé, nem tudom, hogy kell mondani, nem tudok pestiül. Végig fogjuk enni a zing burger egy részét, tehát ez az egész az elég brutál lenne, hogyha mindent végennénk, de kipróbáljuk a legkomolyabb zing burgereket, illetve képzeljétek el, hogy létezik, lett végre, hál' Istennek a munkásságom, a sok éves munkásságom végül meghozta gyümölcsét, és lett egy saját burgerem. Úgyhogy ezt meg leteszteli Hajni is, úgyhogy nézzük meg. Menjünk be! Hát mondok pár szót erről az egészről, az történt, hogy most az Ipon és a Zing közösen belefogott, közösen együtt karöltve belefogtak egy hatalmas nagy kampányba. Ez egy ilyen gamer kampány, ami arról szól, hogy alkottak kettő új burgert, ugye kettő darab gamer burgert, egy hardcore, illetve egy hobby gamert, és a hardcore gamert Cody elképviseli, a hobby gamert pedig én. És a lényeg az, hogy a két burger közül az Iponnak az oldalán van egy csata, hogy gyakorlatilag melyik a jobb. Van egy fő boss, van egy final boss, ami pedig egy számítógép, egy PC, egy computer, ami egy 2 millió forintos gép. Hát azon már elfut a Fortnite, szerintem az lesz kisorsolva azok között, akik feltöltik a kódokat. Hogy milyen kódokat? Ezt mindjárt mutatom. Egyébként az Zingnek van egy saját limonádéja, ami nekem személy szerint rohadtul bejön. Mondjuk ez pont nem. Ilyet mi nem ittam. Ez ilyen ribiszkuszos, vagy milyen? Ribiszkusz. Kezdjük először a rácsákkal. Jalapeño poppers. Jalapeño poppers. Ez a jalapeño-ba töltött sajt. Csípős, itt vannak egyébként a gamer burgerek, ezeket majd a végén. De most elmondtam, hogy igazából, hogyha vesztek ilyen gamer burgert, ugye van egy ilyen, ilyen csirkemelles, ez a Kodiak burgere. A tetejének... Ez a, igen, hát burger, nem ez burger. Van egy kód, ugye itt a tetején van egy kód, amit lekapartak, és fel kell tölteni az Iponnak az oldalára, és automatikusan akkor bekerültök egy nyeremény játékba. És hát itt van egyébként az enyém. Többen kérdezték, hogy én fejlesztettem ezt a burgert, vagy már mint hogy mennyire kötődik hozzám. És nem én találtam ki, ez egy dupla smashburger baconnel, ami egyébként egy ilyen, elég ilyen, hát ilyen smashburgerek körében szerintem egy kicsit basic, de hát hozzáadtam a nevemet, mert meghívtak, hogy teszteljem le, leteszteltük, megkóstoltam, és azt mondtam, hogy mehet.
Figyelj, egyébként van itt egy olyan, hogy ez elvileg a legnagyobb burgerük, ez az úgynevezett... Milyenek a neve? Ez a Guitar Hero. Mondták, hogy ez a legnagyobb egyébként, oda néz azért. De egyébként például az én burgerem, ha megnézitek, hát azért annyira nem sokkal nagyobb a Guitar Hero, nem? Nagyobb? Kóstolj meg a Guitar Hero-t. Mm. Milyen? Szép csirke van benne. Ja igen, itt a Mikike közben a segédem, meg a Hajni. Van benne a hagymacsátni az alján. Úristen, isteni. Az a durva, hogy minden itt készül. A hagymakarika, a krumpli. Mármint jó volt a krumpli, nem tudom mennyire. Minden tényleg saját, házi. A Hajninak meg kértünk egyébként még egy ilyen kamambertes burgert. Kit kérd? Megsértődsz? Megsértettelek ezzel? De nézd meg, látszik a hagymakarikán egyébként, hogy ez is ilyen házilag. Ellopták. Ez a szósz. Fú, Hajni. Ez milyen szósz? Ez valami kegyetlen jó. Hát itt van velünk Hajcsot. Mármint Hajni. Sziasztok. Pupperszakó szerintem az neked erős, ugye? Igen, de megkóstolnám a tiédet. Mi? A te hamburgert. Ez az. Én megeszem először a Guitar Hero-t. Hajni, kóstold meg egyébként az izét. Az én burgeremet. És akkor ez a te burgered. Uh-huh. Egyébként a buci is sajátjuk, képzeld el. Érezni. Olyan jó szaftos a hús, hogy ez is egy elvileg rendes, igazi marha. Nem akarok különbséget mondani, de azt a mangusz marha. 1-től 10-ig mit mondasz rá? 9-es simán. Nekem te nem vagy én a smash burgeres, nem? Mm-mm. Nem, úgyhogy ez egy jó pontszám. Közben, hogy kértünk, kíváncsi voltam ilyen csillis csirke szárnyat, hogy ez mennyire csíp, nézzük meg. Most csillis? Mmm. De jó az a szósz. Hápenyő, az csíposabb. Igen. Hajmakarikát? Azt nem. Nem kóstol meg? De azt kóstol meg. Nagyon izé, nagyon crunchy. Nem akarok titeket befolyásolni, de azért a Hobby Gamer burger az jobb egy kicsit. Na, majd mindjárt megszakértem. Na, egyébként tízé van, tudjátok milyen bundában van? Ez nachos bundában van. Mm. Bizony. Hajni? Milyen vélemény? Ez jobb. Neked ez jobban bejön. Nem tudom, hogy miért, mert nem vagyok oda a csirke mellért. De valamiért nekem ez jobban bejön, mint a másik. Ebből választasz. Mármint minden Zing burgerbe, itt az alléban, mármint akkor még egyszer, az allei, az alléban lévő Zingbe minden burger smash. Viszont az én burgerem, az mindig smash. Szóval Hajni, egyszerre. Nem minden Zing burger smash, de minden Hobby Gamer burger smash. Annyira finom ez a csirke mellem, hogy nem tudom, hogy miért, de nagyon finom. Ez a burger mi lehet, amit berendeltem, de nem tudom, hogy ez mi. Ilyen pirított hagymás, ilyen majonézes. Nem tudom, milyen neve, de megeszem. Buffalo csirkeszány, jalapeno poppers. Ez a Hungry Hipster Burger. Ez nagyon a hagyma dominál, pirított hagyma. És akkor rád még vár egy izé? Nem. Akkor kóstoljuk meg ezt is. Én erre ízzel rámegyek még erre a kamambertesre, ha meg ki lett kérve. Fú, de egyébként rohadt laktatóak. Amúgy nem nagyok, mármint, hogy így nem kicsik, de ó, nagyon elterítenek, ugye? Igen. Durva. Érdekes, hogy mindegyik burger mennyire más. Ez egy csípja popámat, te. Nincs hús, ez kamambertes, ez ilyen sajtos. És ahhoz képest, hogy akkor már tudom, hogy miért volt ilyen furcsa, hogy ettem és valami hiányzik, valami furcsa. Igen. Nálam az nem hamburger, amiben nincs hús. Lehet, hogy csak kifelejtették. Hát azért, figyelj, hány burger van? Azt hiszem ilyen 10, 10, 11, 12, nem tudom. Azért ezt nem biztos, hogy meg tudnám menni mindet. Vá. Akkor te melyikre szavazol? A tiédre. Kodira. Kodi burgerre szavazol. Hát a tiédre kell szavazni. Miért nem arra kellett? Nem, arra szavazol, amire akarsz. Na. Szabad ország, szabad akarat, szabad sajtó. A Hajni Kodiéra szavazott, én egyébként, én nekem mindig a sajátom jön be a legjobban. Hát köszönjük, hogy itt voltatok. Ez a videó ennyit tudott. Hoppá, elkezdem csuklani.
Az betermeltünk egy pár burgert. Gyertek el ide az Inkbe, próbáljátok ki ti is, főleg a gamer burgereket, és szavazzatok és nyerjetek. Ennyit tudunk hozzátenni. Hajni, ez egy nagyon jó burger volt. Burger, burgerek. Jól laktunk, az a lényeg. Megint jól laktunk, mindig jól lakunk, mert mi mindig eszünk. És milyen jól tesszük. Igen. És még rémelt is. És peace, béke meg a töltőgáz. Szevasztok! Sziasztok!